Fontos lenne több segítőt alkalmazni a Pécsi Nevelési Központban, mondta még a Dezső bácsiért szervezett tüntetésen a PDS pécsi ügyvivője. Nagy Erzsébet szerint több pedagógiai asszisztensre, pszichológusra, tanára lenne szükség az intézményben, több időt és energiát kell a gyerekekre fordítani, ám ez a megfelelő emberek hiányában nehezen megoldható. Pont ilyen jó segítség lenne az is, ha egy olyan szerv felügyelni a rendet az iskolában, melynek tagjait felhatalmazták olyan cselekedetekre is, amelyek megakadályozhatták volna a múlt évben az ANK udvarán történteket. Egyszerűen az lenne fontos, és nem biztos, hogy ehhez kell jogszabálymódosítás, pénz viszont igen, hogy az ilyen jellegű intézményekben legyenek biztonsági őrök, több rendőr legyen itt a területen, mégpedig olyan rendőrök, akik gyalog járőröznek, és akik nagyon gyorsan hadrafoghatóak, hogyha bármilyen esemény történik. Az iskola őrséget azonban nem igényelte az intézmény, pedig már tavaly ősz óta működik a rendszer. Hogy miért, azt az iskola igazgatójától szerettük volna megkérdezni, ám adásunkig nem értük el a vezetőt. Dezső bácsi támogatásáért egyébként továbbra is elérhetők online petíciók. Kővári János és az iskola diákjai is indítottak egy-egy ívet, ezeket már összesen több mint 11 ezeren írták alá. Ennek és az október elején szervezett tüntetésnek is az a célja, hogy felhívják a figyelmet arra, az ilyen esetek miatt kell változtatni a jogszabályokon. Ha ott nem is történne komoly változás, én akkor is bízom abba, hogy mondjuk a munkáját folytathatja. Hát én szerintem ez talán nincs veszélybe. De mindenképpen van ennek egy következménye, amivel számolni kell, hogy ez így nem maradhat. Mert azért nem mindenki Dezső bácsi, ugye ezt mondtuk, mi is Dezső bácsiként jöttünk ide, de lehet, hogy nem mindenki tud így megküzdeni magáért. Mint ismert, a bíróság 170 ezer forint megfizetésére ítélte Jancsula Dezsőt, amiért személyi szabadságában korlátozta a dohányzó diákot. Azonban a tanár fellebbezett, mert ha kifizeti a pénzbüntetést, akkor azonnal el kell bocsátani a munkahelyéről. A törvény szerint ugyanis nem dolgozhat gyerekekkel az, akit büntető ügyben elítélnek.